A Begamori Blázius televízió üdvözli a nézőit. Most kettő hír van, nem húzom az időtöket. Csak bejelentés szintjén. De napvilágot látod, hogy a Duke Nukem 3D-t megkívánják filmesíteni. Második tárgykör. Valamikor 2022-ben új modot kapunk. A címe Levitation, és az Elix utáni részeket meséli el, tehát se Return to Ravenholm, se The Closure, ami az epizód 3 lett volna, csak ez jön, az Elix utáni részeket meséli el. Aztán mondom sem kell, hogy se Half-Life 3, de arról a legutóbbi hír, amit mondtak nekünk a videó során, hogy 2024 körülbelül. Igaz, szerintem a Half-Life 3 előbb fog kijönni, mint ahogyan az Opposing Force 2, Return to Ravenholm megjelenne. Bocsánat, simán Ravenholm, oda nincsen semmilyen kiegészítő vigyeztve. Na, szóval az elsőt kapcsolódva, akik emlékeznek még az első Duke Nukem 3D-re, ma most megnéztem Puskást 1996-ból, azoknak most mozijon, én a szövegre emlékszem még, come get some, shake it baby, miket is mondod? Én bevallom az őszintét egy idő után, én annyiszor neki futottam, de nem jutottam benne sokáig, valamit biztosan nem vettem észre. Egy idő után már annyiszor kívülről fújtam azokat a pályákat, több mint álomból felkeltve, és tudtam, hogy melyik elkezdik, de nem tudtam tovább jutni. Még rendkívül rövidebb részegi eljutva hamarabb elakadtam, mint bármelyik más játékban, mondom, biztosan valamit nem vettem észre. Szóval, Levitation, Half-Life mod jön, ismersem Half-Life-nak mondja, lehet, hogy maga Gabe Newell is, illetve a Duke Nukem 3D megfilmesítése. Én azért reménykedem benne, hogy egyszer a Carmageddont is megfilmesítik. A legjobbakat a nézőimnek, ez a Begamori Blázius televízió legújabb adása volt.